Jótékonysági képvásárt szervezett a Sárvári Oratórikus Kórus idén Szélesiné Mezőfi Ágnes festőművész képeiből az ukrán menekült családok javára. Az összegyűlt pénzt a közelmúltban adták át a Sárvári Plébániai Karitász képviselőinek. 150 ezer forint gyűlt össze azon a jótékonysági képvásáron, amelyhez Szélesiné Mezőfi Ágnes ajánlotta felfestményeit. A licitet a Sárvári Oratórikus Kórus szervezte meg, a rászorulók nehéz sorsán adományozással szeretett volna segíteni, mondta el Szélesiné Mezőfi Ágnes festőművész. Mindig is szívesen adományoztam, úgyhogy gyerekkorom óta szinte, és akkor, mikor meghallottam, hogy ugye menekültek, jönnek Sárvárra is, minden a háború végát, akkor egyszer eszembe jutott, hogy akkor felajánlok több képet, és a Jutkával már többször együtt dolgoztunk, úgyhogy ő meg föltette a nem tudom hova számítógépre, meg hát megtervezte, hogy az eladást, vagy a licitet, nem tudom, és akkor így összedolgoztunk. Az alkotás az élete része. Most fényképek alapján készít festményeket, édesanyjának emléket állítva ezzel. Most úgy gondoltam, hogy édesanyám annak idején fotózott. És sok képet úgy készítettünk, hogy együtt, és akkor ő elő is hívta meg, megcsinálta, és akkor most ezeket a képeket, ahol együtt voltunk, dolgozom fel, és így emlékezek is, meg a legszebb képeket megfestem. Úgyhogy most ez már olyan 20 darab körül tartok. A jótékonysági képvásáron összegyűlt pénzt a Sárvári Oratórikus Kórus nyilvános próbáján adták át a Sárvári Plébániai Karitász képviselőinek, Bőti Balázs káplánnak és Ördögné Kovács Mónikának. A gyűjtés egy hosszú folyamat eredménye volt, mondta el dr. Szalai Ferencné karnagy. Hát egy hosszú folyamat volt, maga a képvásár az nagyon hamar lezajlott, mert a képek nagyon szépek voltak, és elsősorban a kóruson belül, meg a baráti körben tudtuk azokat értékesíteni, de mivel a ide menekülő háborús menekülteknek nem volt egy érdekképviselete, akihez mi azt jó szívvel oda tudtuk volna adni ezt a pénzt, ezért ezt egy kicsikét várattuk, hogy hogyan is alakulnak a dolgok, és akkor most ez úgy már kialakult, hogy olyan kapcsolat van, hogy az általános iskolákban tanuló ukrán gyerekeknek van már nyelvtanárnője, és ez a nyelvtanárnő kárpátaljai, és ő rálát a családokra konkrétan, és így tudja is azt, hogy hová kell adni ezt a pénzmagot. Szívesen állt a kórus a jó ügy mellé. Tudni kell az ukránokról, hogy ők abban a pillanatban, hogy elhelyezkednek, már nem kérnek segítséget. Tehát elsősorban tényleg a gyerekeknek a boldogság szintjének az emelését szolgálja ez a befolyt összeg, ami nem olyan nagy tétel, mert 150 ezer forint, de úgy gondoljuk, hogy ha mi képviselünk valamit, és azért is álltunk a jó ügy mellé, hogy tudjuk egy kicsit példát, vagy mutatni, hogy összefogással minden lehetséges, és a sok piciből lesz egy nagyobb összeg, amelyet pedig el tudunk egybe jutatni oda, ahová szükséges. A Sárvári Oratórikus Kórus próbáján az adomány átadása mellett éneklésre is volt mód, amelyhez a kórustagok mellett a vendégek, köztük a Karitász képviselői is szívesen csatlakoztak.